itt lehet látni, hogy milyen síkokat tudunk alkalmazni az agy elmet, vagy a koponya elmetszésére. Garamszegi László Zsolt régóta foglalkozik az agyméret evolúciójával. A kutya agy CT felvételeit mutatja stábunknak. Az ELTE-n pedig Csörgő Tibor évtizedek óta gyűjt koponyákat, amelyekről a kaposvári Medicopus Nonprofit Kft. CT felvételeket készített. Gyakorlatilag ebbe a részbe helyezkedik el a szaglóhám, meg ide benyúlik valamennyire az agy is. A gyűjtemény új lendületet adott a kutatóknak a kutya agyának feltérképezésére. Ez a gyűjtemény egyébként a világon egyedülálló, tehát még ilyen gyűjteménnyel nem találkoztunk. Tehát több mint 150 fajra van Tibornak koponyája. Az első ötletünk az volt, hogy akkor vizsgáljuk a fajon belül az agyméret evolúcióját, hogy a különböző fajtáknak hasonlóan szembesülnek bizonyos szelekciós kényszerekkel, amitől az egyik fajta okosabb, intelligensebb, mint a másik fajta, és ennek van-e valami következménye az agytérfogatra vonatkozóan is. Az ebek háziasítása körülbelül 25 ezer éve kezdődött. Innen fogva a kutya felépítésében is változás állt be, derül ki a kutatásból. Ami a legjellemzőbb, hogy ugye úgy kell elképzelni a kutyák történetét, hogy ugye volt egy drasztikus változás. Ez pedig a háziasítás, tehát amikor az első farkasok, kutyák ősei elkezdtek az ember közelében élni, utána egyre szorosabb kapcsolat alakult ki, tehát gyakorlatilag a kutya az már az ember védő pajzsa alatt tudott élni, tehát ez egy biztonságos környezetet jelent, nem kell neki vadásznia, nem kell neki ragadozóktól tartania, tehát teljesen fölöslegesek azok a kognitív képességek, amik egy vad állatnál szükségesek a túléléshez, tehát nem szükségszerű a háziasított állatoknak nagy agyat fenntartani. A nagy agynak egyébként az a költsége, hogy borzasztóan nagy energiaigényű, tehát ha nem muszáj, akkor nem kell nagy agyat fenntartani egy állatnak. A háziasított állatok agya akár 20%-kal kisebb lehet, mint a vad őseiké. Ugyanez történt a kutyáknál is, hogy amikor az ember környezetébe kerültek, akkor ebben a kedvező környezetben ezek a funkciókra nem volt szükség, tehát nem is volt szükség nagy agyra. A kutatók úgy látják ugyanakkor, hogy az ebek különféle célokra történt tenyésztése szintén kihatással volt az agy méretére. Azt látjuk, hogy az időskálán volt egy drasztikus csökkenés a háziasítással, és utána elindult egy lassú emelkedés, de még mindig persze nem ért el a farkaséhoz hasonló relatív agyméretet, de mégis tendenciózusan ezt láttuk, hogy van egy ilyen növekedés. Hogy mi lehet ennek a hátterében, azzal kapcsolatban most a kutatók különböző hipotéziseket tesztelnek. Ez volt ugyanis az első analízis, amit a tudósok a koponyagyűjteménnyel csináltak. A következő időszak ugyanakkor számos megválaszolandó kérdést tartogat még számukra.